Hogy a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Tekvandó Szövetség támogatója, a KVON. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége Talmácsi Gábor, világbajnok, gyorsasági motorversenyző, a Talmácsi Racing csapatfőnöke. Szervusz! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Milyen helyzet a csapatta? Ugyanis elkezdődött itt a világbajnokság, a gyorsasági motorosoknál is. Ezzel kapcsolatban, persze tudom, direktben nem lehet, hiszen mi nem vagyunk ott, de semmi hírt nem hallani mostanában. A csapatod felől. Lényegében a bajnokság, amiben indulni fogunk, az májusban kezdődik. Ez az Alpokadria bajnokság. És továbbra is a Talmácsi Racing folytatja a megkezdett munkáját. Ugye nekem van egy cégcsoportom, amit menedzselek és irányítom. Ennek az egyik vállalkozása, sportvállalkozása a Talmácsi Racing. De ugye van a menedzsment is. És például a Somosi Alexander kis versenyzőmnél úgy kell elképzelni, hogy sokáig csak menedzsmentként működtünk mögötte. Ugye a Honda adta számára az Európa bajnokságon a motort, és akkor mi szerveztük neki az utazását, a felkészülését, és minden egyéb dolgot, amit egy menedzsmentnek kell tennie. De most meghoztam azt a döntést, hogy az előző évben kapott egy lehetőséget a Talmácsi Racingnél a 600-as motoron, hogy próbálja meg, hogy ez milyen számára, és meggyőző eredménnyel ugye harmadik lett a magyar futamon, itt a Hungaroringen, és maga a termete miatt is úgy döntöttünk, hogy neki mindenképpen most már a 600-as kategória felé kell menni, mert hogyha az Alpokadria bajnokságon, ezért is választottuk számára ezt a bajnokságot, sokat tud motorozni, és magáival teszi a motort, tehát nem a motor irányítja őt, hanem ő a motort, ami egy 600-as motornál nagyon-nagyon nehéz, akkor onnantól kezdve akár a következő évben már világbajnoki futamon is tudna indulni. Vagy a Superbike-ba, ugye a Supersport 600-ba, vagy pedig a Moto2-be. Ez egy elég nagy ugrás lehet majd, de azért is választottuk ezt a bajnokságot, az Alpokadriát, mert a környező országokban kisebb költségből nagyon sok kilométer tud majd menni Alexander. Igen. Úgyhogy ezt most nem jelentettük be, mert az, ugye az anyagiak, az anyagi háttér megszervezés az mindig az utolsó pillanatban szokott sikerülni, de... Bocsáss meg, ne felejtsd szabad, csak ugye te versenyző múltadból tudod jól, mint versenyző, hogy azért ez mivel jár, az, hogy mindig az utolsó pillanatban dől el, hogy most melyik utat válassza a csapat. Ezen nem tudsz te sem változtatni, mint most már csapatfőnök sem, hogy ne kelljen mindig az utolsó pillanatig várni. Tehát nem lehet elintézni, hogy már hamarabb, tehát már előtte hónapokkal úgymond nyugodtan készülhessen a versenyző. Tudja, hogy melyik úton fog haladni. Lényegében a versenyző már régóta tudja, és volt két szezonunk, amikor már januárban tudtuk, hogy mit csinálunk egész évben, és meg volt hozzá garantált budget. Ebben az évben kicsit nehezebb volt az indulás, és ahogy előbb említettem, hogy menedzselem a saját cégcsoportomat, most jól indult az év, ugye vannak személyes támogatóim, két cégnek is az arca vagyok nagykövete, közben az egyetemet is csinálom, de természetesen nekem a racing, tehát a saját versenycsapatom az egy szívügy, és ezt hosszú távon kell programozni, amelynek a következő állomása az, hogy a versenyzőm Somosi Alexander, és most beszélgetünk egy másik fiatal versenyzővel is, hogy esetlegesen együtt induljanak ebben a bajnokságban, erősítsék egymást. Igen, és nagy pénzekről van szó, tehát itt egy kisebb teszt is, most nemrég voltunk a Pannonia Ringen,
kipróbálni az újabb alkatrészeket, és hogy Alexander régült már nagy pályán, nagy motoron, hát több mint 500 000 forint egy ilyen teszt, tehát azért össze kell rakni évelején, hogy mi az, ami rendelkezésünkre áll, milyen forrásokat találhatunk meg még évközben, és most már biztosan mondhatom, hogy az Alpokarriába fogunk indulni, és hamarosan ennek meg lesz a kommunikációja is. Uh-huh. Azért annó igazunk volt az, hogy mikor ugye kiszálltál, hogy egyelőre nem lesz Talmácsink. Hát egyelőre nem, de nekem is nagyon sokáig tartott nem ez. Egyszerű ezt. Nem, ez egy nagyon nehéz, komplex sport, és én amúgy a szakdolgozatomat abból írom, hogy hogyan lehet újra nemzeti siker a gyorsági motorsportban. Uh-huh. És én a gazdasági oldalt is nagyon sokat vizsgálom ennek a sportnak, hogy esetlegesen hogy lehetne egy magyar MotoGP Magyarországon, melyik pályán, hogyan, mi kell hozzá, vagy egy szuperbike futam. Igen. De én azt gondolom, hogy amilyen lehetőségünk van, meg amilyen helyzetben van az utánpótlás, ahhoz képest vannak bíztató jelek. Uh-huh. És ezekből a pici dolgokból próbálunk építkezni. És ahogy mondtam az előbb, hogyha Alexander ezzel a motorral most elkezd egy ilyen bajnokságba végigmenni, tud menni 6-8 ezer kilométert versenykörülmények között, tehát benne vannak a tesztek, ugye az edzések, az időmérő edzés, a warm-up és ugye a verseny, akkor ha jól fejlődik, akkor lehetséges, hogy következő évben már menedzsmentként esetleg a világbajnokságon ott tud menni az Alexander, vagy Talmácsi Racing színeibe, de ez most még erről korai beszélni. Egyébként terve van véve, hogy csak úgy kimész egy-két világbajnoki futamra? Megmutatod magad, hogy itt vagyok, élek, vagyok, tehát... Persze, hogy nem, minden évben járok a Superbike futamokra is, és a MotoGP-re is. Igen. Idén melyik van úgy az év első feléből úgy betervezve? Ugye van, ami kötelesség a támogatók miatt, van, ami pedig csak szórakozás. Hát sem szórakozás, mert úgy tulajdonképpen a munkádhoz tartozik, hiszen erősíted a kapcsolatrendszert, amiből később aztán versenyző is. Ez így van. De mégis azt talán szórakozásnak tartanám, de hogyha mondjuk egy támogatóikkal megyek ki, akkor ott azért be van teljesen táblázva az egész napom. Egy 4-5 MotoGP futamot tervezek, ugye előző évben is voltam a Malai nagyon nagy díjon, aztán az olasz futamokat nagyon szeretem, a spanyol nagy díjakat, úgyhogy igen. Szóval akkor be van egy-kettő tervező, ott leszel. Persze. Helyes. Régen volt neked egy olasz versenyződ is, ha jól tudom. Most úgy külföldi pilóták felé, most úgy nem kacsingatsz, most azt mondod, inkább csak a magyar fiatal tehetségekkel foglalkozok, vagy anyagiak miatt nem éri meg, nincs benne nagy üzlet. Az olasz versenyzőről annyit, ugye Alessandro Zaccone az előző évben nálunk motorozott, és a 2014-ben is fél szezon nálunk motorozott, és elváltak útjaink, szabadjára engedtük, mert voltak jó lehetőségei, és most a Supersport világbajnokságon negyedikként intett le a kockázászló, ami nagyon nagy dolog, nagyon örültem az ő sikerének, tehát jó volt a megérzésem, hogy jó versenyzőről van szó, de most arra érett be, tehát nagyon sokszor ugye nem lehet egy versenyzőben egy-két évben gondolkodni. Uh-huh. Én azt gondolom, a japánok ebben a legjobbak. Például a Honda gyár az utánpótlás programjában általában világszinten 5 évig támogatja a versenyzőit. Az azt jelenti, hogy minden teljes támogatást, akkor csak a versenyzőnek a... És van 5 év, hogy bizonyítson. És 5 év, hogy bizonyítson, és az egy olyan időtartam, ahol azt gondolom, hogy kényelmesen meg lehet mutatni, hogyha valaki jó. Nálad? Nálunk sokkal másképp működik, nem egy gyár vagyunk, hanem egy pici versenycsapat Magyarországról, amit egy világbajnok irányít, ugye jó magam, és én megyek, és én teszem össze az a kis menedzsment csapatommal, hogy legyenek versenyzők, hogy a meglévő kapcsolatokon keresztül ott tudjunk lenni a világbajnokságon, de kapkodni nem szabad. Uh-huh. Kapkodni nem szabad, mindig meghozzuk azokat a döntéseket, ami stratégiailag jó, ami hosszú távon jól működik, és az interjú elején említettem, hogy mi a következő állomása. Akkor ne legyünk türelmetlenek, előbb vagy utóbb, akkor ott lesz egy magyar pilóta, ugye? Én nagyon bízom benne, hogy egyre több forrást és egyre több lehetőséget találok abban, hogy segítsem a magyar motorsportot, a magyar fiatalokat, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Ennek ellenére már értünk el nagy eredményeket, ugye többször voltam itt és elmondtam, hogy nagyon jó pontszerzőhelyeken teljesített például Alexander az Európa-bajnokságon, aztán itt volt Alessandro Zaccone, ugye, aki
aki nagyon jól ment az előző évben, az előtt is, Bódis Richard, ő is megy másik csapatnál, vagy másik menedzsmentnél van. És ugye Joan Zarco, aki most a Moto2-es világbajnok, ő is a mi segítségünkkel tudott a MotoGP-n indulni 2009-ben, és ott álltunk mögötte, mint menedzsment. Tehát nagyon sok tapasztalat van, és lehet, hogy nekem is majd mostanra érik össze ez az egész, hogy mi történt, mennyi minden versenyzővel foglalkoztam, és hogy hogyan kell ezeket kezelni, ők hogyan kell menedzselni. Ők egyébként viszik az ebedet tovább? Elmondják, hogy hol voltam, mit voltam, vagy nagyon nem reklámozzák? Természetesen. Ezt. Nekem nagyon jól esett az, hogy Joan Zarco-nak a kezdetekkor tudtunk segíteni, majd később világbajnok lett, és amikor megnyerte előző évben a Moto2-es világbajnokságot, akkor ugye a élő TV műsorban a harmadik mondata az volt, hogy nagyon köszönjük a Talmácsi Gábor segítségét, mert nélkülem nem kerülhetett volna a világbajnokságra. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Hát ez elég fiatal, akkor megkaptad ezt a nagy elismerést. Ez nagyon, igen. Ez ugye ezt szokták az edzők mondani, hogy ezek a igazi és legnagyobb elismerések, nem a kitüntetések, hanem így ezek. Van. Általában jók a megérzéseim, és tudom, hogy melyik versenyzőből mit lehet kihozni, de ez még mindig kevés, tehát ugyanúgy meg kell szervezni ugye a hátteret hozzá. Úgyhogy egyre több tapasztalat van, és tényleg mindig annyit vállalok, meg annyit szervezek, amennyit jónak érzem, és amiben látok hosszú távú jövőt. Most jobban eladható vagy, mint versenyző korodban? Hogy érzed? Nekem olybá tűnik, mintha most jobban megbecsülnének, jobban odafigyelnének rád a cégek, mint annó, mikor versenyző voltál. Vagy rosszul látom? Egy picit más, és egy picit másképp dolgozunk. Ahogy mondtam, hogy van egy cégcsoportom, és azon belül vannak különböző vállalkozások, sokkal többet tudunk szolgáltatni. Tehát régen úgy kell elképzelni, hogy mondjuk amikor a gazdaság a csúcsán volt, ugye voltak támogatók, és akkor logós megjelenéseket értékesítettünk. És akkor onnantól kezdve körülbelül ez ennyit tartalmazott. Igen. Most pedig végülis a titkunkat elmondom, hogy megnézzük az együttműködésben, hogy mi miket tudunk segíteni. Tehát business to business, igen, business to customer, tehát mindig, hogy milyen kapcsolódási pontok lehetnek, és akkor erre dolgozunk ki ajánlatokat. Vannak olyan cégek, ahol például a logós megjelenés nem is fontos, igen, de fontosabb egy dolgozó, vagy motiváció, uh-huh, volt ilyen támogató. És akkor a gyárnak a 800 dolgozóját megvendégeljük, uh-huh, hogy nem az összeset, igen, természetesen, hanem eljönnek velünk futamokra, uh-huh, kapnak egy olyan élményt, ami egy túlmutat egy VIP élményen, hanem egy ilyen kulisszatutkokat, uh-huh, megláthatják, igen, hogy hogyan működik egy csapat, beleláthatnak a csapat szervezésébe. Ez például egy szolgáltatás. Aztán például gyerekeknek csinálunk programokat, cégeknek családi, uh-huh, napokat, ami mindig a motorozásra és autózásra, igen, összekötjük. És ezért én azt gondolom, hogy egy egészen más, hová pozícionáltam magamat. És ezért is van több minden, amivel foglalkozunk. Akkor jól érzem magad most már így, hogy nem vagy versenyző. Nagyon jól érzem magam. És talán az a piac, ahol én dolgozok, az most így mozog. Uh-huh. Tehát eddig úgy érzem az utóbbi 2-3 évben, hogy úgy nem igazán költöttek a cégek, uh-huh, nem mertek, mindenhol megszorítások voltak. Most ez az év jól indult számomra. Lábadról mi hír? Hát a lábom az nem jobb, mint előző évben, de nem rosszabb. Ami azt jelenti, hogy ez a hétköznapi életben nem hátráltat semmiben. Most már hosszabb távokat is tudok futni, ez nagyon fontos számomra. Járok edzőterembe. Tehát tényleg, ami a hétköznapi élethez kell, az rendben van. Látom, a versenysúlyt tartod. Élsporthoz ahhoz nem jó. Tehát, hogyha most kapnék egy megbízást, hogy mostantól mindent felejts el, itt egy motor és csak motorozz, akkor ezt nem tudnám vállalni, és nem is vállalnám. Jól emlékszem, mostában azért kipróbáltad magad nagy motoron, ráültél és mentél a Hungaroringen, vagy valahol volt valami folyamatosan, igen, jelenet? Igen, tehát motorozni, abba hagyni, azt soha nem fogok szerintem. Mert és akkor nem érzed, hogy nem lenne jó? Tehát mikor így motorozgatsz, akkor úgy gondolom próbálgatod, hogy mire lenne jó, mire lenne képes a lábad? Ugye nekem a váltások nem vannak. Igen, azért mondom, hogy... Váltások nem vannak gondok, meg az egész életem egy más irányba megy, mint hogy újra mondjuk a világszinten szágoldozzak. És hát a váltásoknál ugye nekem annyira megsérült a lábam, hogy a visszaváltásoknál vannak problémák, tehát ezt precízen kell. Tehát amikor a hatodik sebességből vissza kell rakni a motort a kettes fokozatba, és ugye négyszer kell visszahúzni a váltókart, és az nem megy mindig olyan precízen, és ez nagyon sok időt elveszít.
Ez a nagyon sok idő, az lehet fél másodperc körönként, lehet egy másodperc körönként. De egy világszinten, amikor ugye ezred másodpercekért, vagy század másodpercekért megy a küzdelem, akkor ez nem fér bele. Mi újság a Talmaringgel? Édesapád még hajtja továbbra is a kis talmákat? Persze, hát ő az alapja ennek az egész üzleti modellnek, hogy ő megtalálja, mármint a racingre gondolok, hogy ő megtalálja azokat a szülőket és gyerekeket. Azért mondom a szülőket, mert hogy olyan fiatalon kezdik el a gyerekek, hogy akkor a szülői háttér nagyon fontos, akikből majd egyszer nagy versenyző lehet. Na, édesapád egy hiteles ilyen szempontból is, hogy mert ugye hát ő kezdte el veletek itt. Így van. 4 évesek voltatok, 3 évesek? 4. Igen. 3 évesen tanultunk meg egyensúlyozni a biciklin, igen, és akkor 4 évesen. Hát lényegében ugyan a Talmácsi Ring, ez Hernádon található, ez a saját pici pályánk. Ugye szezonális, mert most kezdődik a szezon, igen, így áprilistól októberig, esetleg novemberben, ha jobb idő van, és akkor szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik ki szeretnék próbálni a motorozás alapjait. Mikor fog onnan felnőni majd egy világbajnok, magyar motorversenyző? Van erre realitás? Rajtunk a felelősség egy részről, meg más szakembereken is. Egy példát tudnék mondani, és mindig a Somos Alexandert mondom, mert ő hernádi, és a pályától 3 kilométerre lakik, és a szülők szorgalmasan mindig hozták az Alexandert, hogy tréningezzen. Ugye ez most már 5 éve, és hát előző évben, tehát 5 év alatt sikerült egy olyan fiatalt kinevelni, aki már Európa-bajnokságon pontszerző helyen motorozott. Ugye a pontszerző az első 15, igen, általában 30-an, 40-en állnak maximum a startrácson. Ez egy nagyon nagy dolog, de most neki följebb kell lépni. Tehát őt folyamatosan menedzselni kell, ő most nagyon sokat nőtt, ő a Moto3-as motorra nem jó. A Red Bull kupa válogatóján nem fért be ugye az aktív versenyzők közé. Nem azért nem fért be, mert lassú volt, hanem nagyon sok gyereket néznek meg, és ennek bizonyára van sportpolitikai oka is, amin dolgozunk, hogy ez ne legyen hátrány. És itt van például Lackó Máté, aki 14 éves most, és együtt edzettünk vele a Pannonia Ringen, és a 600-as motorral hát hihetetlen, milyen köridőket ment. Ő ebben az évben a KTM sorozatba fog menni az ADAC kupában. És hát azt mondom, hogy 20 év alatt ők ketten vannak, akik nagyon kiemelkednek a magyar mezőnyből, és várjuk azt, akiknek van kedvük kipróbálni, és a szülőket leginkább, mert nagyon fontos az, hogy ezt a sportot megengedjék majd utána a gyerekeknek űzni, és hogy ezt folyamatosan tegyék, mert ez egy veszélyes sport, tehát ezt ki kell mondani. De nagyon jó eredményeket érünk el, tehát nem csak a motorozás terén az oktatásunkkal, hanem egyéb az életterületén is, maga, hogy a szocializálódás, a hozzáállás a sporthoz, hozzáállás egy adott feladathoz, az edzések, tehát nagyon megkomolyodnak tőle a fiatalok. Szabó Tündes államtitkár azt mondja, hogy beszéltél, váltottál pár szót itt a motorozással kapcsolatban. Lehet tudni egy-két kulisszatitkot, hogy mi merre fog elindulni esetleg, hogy milyen változások várhatóak? Több beszélgetés volt már, és ugye a mi sportunk az egy speciális, mert nem az olimpiai sportágok közé tartozik. És én azt gondolom, hogy most így hirtelen nagyon nagy dolgokról nem lehet számítani, de látják szerintem többen az én munkásságomat, és szeretnénk azt, hogyha ez államilag is lenne finanszírozva. Azt hittem most bejelentett, hogy mikor is hol fog felépülni egy igazi gyorságos motorversenyre való pálya, ahol lehet világbajnoki futamot rendezni. Ilyet nem tudok bejelenteni. Mert ugye ez sokszor ez a téma volt, ugye elikezték, stb. Tehát ez már évek óta ott lapul, ez egy dosszi, hogy kell lenne Magyarországra. Igen. Én arról tudok beszélni, hogyha jönne ide egy MotoGP, és ha lenne olyan pályánk, ami alkalmas lenne, hogy megkapja a motorozásra a licencet, mert a Hungaroringnek nincs, ugye meg ez a licence sajnos, vagy lehetne esetleg kettős felhasználású a jövőben, és akkor lehetne rajta motorverseny is világszintű, és a Forma 1, és a VTCC, minden egyéb dolog. Akkor egy KPMG tanulmány, ez lényegében elérhető, amiben bemutatják azt, hogy ez turisztikai szempontból mennyire fontos lehetne egy ilyen futam. Tehát egy MotoGP rendezése esetén 100 000 nézővel lehetne kalkulálni.
amelyből 80 ezer külföldi látogató, és a 80 ezer külföldi látogató, mivel háromnapos eseményről beszélünk, átlagosan olyan 200 ezer forintot költen el, úgyhogy ez egy hatalmas GDP növekedést okozna. De nem lesz egyelőre ilyen. Most egyelőre nem tudok róla, hogy lenne ilyen, de ez üzleti oldalról is, nem csak emocionális oldalról is, hogy én mindig mondom, hogy nagyon jó lenne, ez azt gondolom, hogy megállná a helyét, és meg is fogja majd, de ezen még dolgozni kell. Mi újság van a fényképezőgéppel, jóban vagy egyes hírek szerint? Ez mit jelent? Hát gondolom ez a Facebookról tudod ezt az információt. Voltunk egy rendezvényen, és akkor párom megkért, hogy egy pár képet készítsek róla, és akkor talán ez egy ilyen PR hír volt valamelyik divatmagazin címlapján talán, vagy nem is tudom, hogy hol. Gondolom már feltették neked a kérdést, hogy a magánéletedről nagyon keveset beszélsz, vagy szinte semmit. Ez tudatos, vagy nem kérdeznek? Ahogy mondtam, hogy ugye én egy sportember vagyok, tehát természetesen van magánéletem, de én arról nem szeretek beszélni, mert nem tartom magam celebnek, vagy celebritynek, hanem én egy sportolónak tartom magam, egy sportmenedzsernek, egy brandnek, és én azt gondolom, hogy a magánéletem nem oda tartozik. Tehát ezért nem is vállalok el olyan felkéréseket, hogy egy főzőműsorba elhívnának, vagy bármi ilyesmi, mert én úgy érzem, hogy nem ezt képviselem. Én a sportot, a tudatosságot, az egészséges életmódot. De most látod, most egyelőre azok kellenek, akik a másik oldalt képviselik. De ettől függetlenül te kitartasz a saját elképzelésed. Én azt gondolom, hogy a rajtam lévő támogatók nem engem választak volna, hogyha más irányba mennék, úgyhogy bizonyára kell ez is, kell az is. De én ezért kevesebbet beszélek a magánéletemről, mert nekem a magánéletem rendben van, boldogok vagyunk, és szerintem nem másra tartozik. És azért is kérdeztem ezt, mert azért mi menedzser, ugye a versenyzőkre is oda kell figyelned, ilyen téren is, ugye, hogy hol jelenik meg, hogyan jelenik meg egyáltalán maga a megjelenés, a sajtó, stb. Akkor gondolom nekik is ugye ezt az instrukciót adod, vagy rájuk bízod, hogy ők mit vállalnak el, mit nem? Amikor mi szervezünk nekik média megjelenést, akkor ezt tudatosan tesszük, és előtte mindenképpen felkészítem a versenyzőket, hogy mit kell mondani. Mert ugye egy fiatal embernél ilyet nem tanítanak az iskolában, hogy mégis hogyan kell fölöltözni egy ilyen eseményre, hogyan kell megszólalni, mit kell mondani, és én ebben is úgymond coachingolom, tanítom őket, mert van szükség van rá, hogy ők is hogyan tudják magukat eladni. Sokkal könnyebb támogatókat találni, hogyha nem csak egy sportolók, hanem egy ikon, egy arc, és ehhez nagyon sok mindent a háttérben meg kell szervezni. Hát lassan véget ér a műsoridőnk. Szóval akkor jól érzed magad a bőrödben, mikor mész versenyre, akár nézőként is? Most azt szervezzük, hogy minél többet tudjunk tesztelni. Abban szerepel az, hogy az Alexander megszokja ezt az új motort, hogy nagy motoron motorozik. Az Alpokadia bajnokságban mindenképpen végigmegyünk. Akkor arra kell, akkor fókuszálunk. Igen, és az előző évben is voltak olyan beugró lehetőségek az ADAC KTM kupában, ahol az Alexander nagyon jól ment, hogy lehet, hogy világbajnoki betét futamként az osztrák nagydíjat és a brünói nagydíjat, ezt megcélozzuk. De most a fejlődés, még mindig az építkezés részében vagyunk, és jól lenne eljutni világszintre. Én azt gondolom, hogy a képességeink már így nekem is, hogy eljutassam őt, és majd újabb fiatalokat a világbajnokságra, meg a kapcsolatrendszer és a versenyzőim tudása is megvan ehhez, a hozzáállása is megvan, és akkor nagy munka vár ránk. Úgy érzem, hogy tele vagy energiával. Ezek szerint akkor, amit elkezdtél és csinálsz, akkor ebben jól érzed magad, és nem érezsz úgy, hogy rossz irányba halad a életem? Nem. Abszolút teljesen jó irányba halad. És nagyon szeretem azt, amivel foglalkozom, ez nagyon fontos dolog, hogy egy olyan munkát tehetek, egy olyan munkár élek, amit egyben a hobbim is, tehát imádok lenni a versenypályán, imádom a motoroknak a környezetét, és most tényleg olyan támogatói partnereim is vannak, akik ugyanebben a világban vannak benne, a motorsport világában, és nagyon jó így. Akkor csak időkérdés, hogy mikor lesz majd újabb kis talmácsink a világbajnoki futamokon valamelyik kategóriában. Igen, nem mondom, hogy kis talmácsi, hanem más nevek, mert ugye majd lehetséges, hogy majd az én gyerekeim, de azt még nem döntöttem el, de... Mikor nősülsz? De én azt gondolom, hogy a magyar versenyzőkben van egy
van egy éhség, ugye? Tehát a spanyol versenyzőket gyártják, nekünk mi kevesebben vagyunk, van egy éhség, és ezt a mentalitást ezt ki lehet használni ebben a sportban, hogy megmutassuk, hogy mennyire ügyesek vagyunk. Mikor nősülsz, mit mondtál? Elfelejtettem. Majd, ha ott tartunk, akkor beszélünk róla. A kis Talmács költött eszembe. Igen. Ez a jövő. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és örülök neki, hogy tele vagy energiával, tűzzel, és ennek előbb-utóbb meg lesznek az eredmény olyan szinten, és lesznek újabb magyar versenyzőink a gyorsági motoros világbajnoksági futamokon. Köszönöm szépen. Köszönöm. További sportosat. A Dínosport híradó autós partnere a Prémium Autóház Kft. A mindennapi hajszal versenyfutás az örökös stressz miatt kevesebbet alszunk a szükségesnél. Az alvás mennyiség és minőség számos